Na szavaztok, srácok, nagyon üdvözlök minden kedves nézőt, Irics vagyok, és egy nagyon-nagyon érdekes videót hoztam el nektek, skacok. Kicsit meg is lepő, hogy ez így bekerült a játékba, illetve egy ilyen figyelmetlenség becsúszott. Mindjárt meg is mutatom, hogy miről van szó, skacok. Csak szeretném megköszönni tényleg minden egyes szponzornak a támogatást. Olyan szintre jutottunk már, hogy bekerülhetett egy új imód, tehát a kedves szponzorok most már tudják használni az új imódot, ami bekerült, illetve ti is meg tudjátok nézni, hogy mi került be. És tényleg nagyon szépen szeretném nektek megköszönni, hogy ennyire pörgetitek a feliratkozásokat. Habár igaz, hogy a videóimat nézőknek több mint az 50%-a nincsen feliratkozva, szóval ha közéjük tartozol, és esetleg tetszik neked a tartalom, amit látsz, én nagyon-nagyon hálás lennék egy feliratkozással. Neked csak egy gombnyomás, de nekem hidd el, hogy nagyon-nagyon sokat segít, ugyanis robogunk a 70 000 feliratkozóig, az a cél, skacok, nyárig, szóval ha esetleg szeretnétek segíteni, hogy ezt elérjük, akkor mindenféleképpen osszátok meg barátaitoknak. Én most fogok először játszani az update után, csak meg is mutatnám akkor, hogy miről van szó. Egy kedves nézőm küldte el nekem először Instagramon ezt, illetve utána, mint láttam most, ahogy hazaértem, messengeres szponzori csoportba, ugye aki szponzor lesz, hogy bekerült egy messengeres csoportba, ott is beszéltek erről, illetve küldtek be képet. Ezt nézzétek, srácok, először lehet, hogy nem tűnik fel nektek semmi, ugye itt a challenge-eknél, a Brobeszes challenge-eknél, hogyha jobban megnézitek, ott a jobb felső küldetés, azt talán 24 ellenfelet kell megölni. Na de kivel? Nanival, az új karakterrel, ami még nem jött be. Tehát ugye láthattuk a Brotoknak a végén, hogy majd érkezni fog júniusban is egy új karakter, de ez még nincsen benne a játékban. És berakták challenge-nek, ha jól tudom, akkor már azt írták, hogy ezt kivették, illetve javították, de ez mindenképpen nagyon-nagyon érdekes, hogy egy ilyen hiba belefért, az után is, hogy azért tényleg elég sokat csúszott az update. Gondoltam, hogy ezt megmutatom nektek, biztos vagyok benne, hogy nem csak egy-két emberrel fordult ez el, hanem elég sokótoknak bent volt. De nézzük meg akkor, hogy nekem per pillanat mik vannak itt challenge-be, ahogy látom, Dynamike-kal kellene nyernem 3 darab meccset, illetve amit most megpróbálunk szerintem a Jinnel dimigelni, ugyanaz a pálya van bajon bent? Így van, akkor hozunk skacok, hozunk egy Jint, megnézzük, én tényleg most fogok először játszani, ja és itt van mellette egy ilyen kis questes jel, hogyha ugye éppen van az adott karakterrel küldetés, ez mondjuk menő. Hogyha szeretnétek most tényleg így a közeljövőben nagyon-nagyon gyakran Brawl Stars-os tartalmat, akár azt mondom nektek, hogy napi 2 videó, de egy biztos, mivel most ugye megvettem a Brawl Pass, és tényleg emiatt rengeteg különlegességet fogok kapni, gondolok itt most a sok-sok ládára. Igen, skacok, egyébként P2-min lettem, csak is miattatok, ugyanis ti erőltettétek rám, én nagyon ellene voltam, de mindenki azt mondta, hogy vedd meg, direkt csináltam élő adásban egy szavazást, és ott 80% a ott lévő nézőknek arra szavazott, hogy vegyem meg, úgyhogy megvettem, skacok, vettem 160-170 gemet lehetett azt hiszem venni, annyit kénytelen voltam vásárolni, és beforgattam a játékba. Abban a szempontból viszont örülök neki, hogy itt tényleg azért tudok minél több tartalmat gyártani nektek, ugyanis több ládát fogok kapni, és az új karaktert is majd meg fogom kapni, arról is tudok majd nektek videókat készíteni. És képzeljétek el, skacok, hogy nem sokára, sőt, most ugye ezt a videót, ha minden igaz, 14-én látjátok, 15-én lesz az 3 éve, hogy ezen a csatornán az első éleadást létrehoztam délután, suli után. Egy Cségó Live volt, most kirázó idege, hogy beszélek róla, ugye sokan nem tudhatjátok, de nekem volt alapból már egy csatornám, azt több mint 4 évvel ezelőtt hoztam létre, ott 2100 feliratkozóm gyűlt össze, és sajnos még akkor ott nagyon-nagyon nem értettem így a dolgokhoz, és kicsit buta voltam, ennek köszönhetően sajnálatos módon ellopták tőlem azt a csatornát, viszont nem adtam fel, újra kezdtük, és most itt vagyunk 3 év elteltével 67 000 a csatornán, amit kimondani is durva, tényleg elképesztő, és ezt csak is nektek köszönhetem, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, oda nézzetek, skacok, és most már máshogy jelzi ki, erről például nem tudtunk. Erről például itt nem tudtunk, hogy ez is változni fog. Ugye ott a bal felső sarokban ilyen tök menőn kimutatja, hogy wrong score,
mínusz vagy plusz kupa, alatta pedig éppen, hogy rank mennyibe van a karakterünk és hány kupa, illetve ott a bal alsó sarokban láthatjuk, hogyha éppen küldetésünk van azzal a karakterrel, hogy azzal hogy haladtunk. Én például most a 180 ezerből sebeztem már 2406-ot, ami szerintem egész jó, akkor rá kéne mennünk arra, skacok, hogy minél többet sebezünk most Jinnel. Minél többet kéne sebeznünk Jinnel, erre fogunk most rámenni. Tényleg ilyen kis chip damage-eket kéne kiosztanunk itt távolról, úgyis azért Jin viszonylag távolra tud lőni. Például ott azok nagyon jó kis sebzések, ezek mind nagyon-nagyon jól tudnak jönni. Csak attól félek, hogy itt be fogunk szorulni, inkább el is jövök innen. Így van, be is akart szorítani egyébként a Frank, nem tudom azt láttátok-e. Nagyon jók vagyunk, folyamatosan osztjuk a sebzéseket. Gondolom ládában nem számít, hogy sebzünk, az biztos vagyok benne. Abban biztos vagyok. Ah, itt egy Jackie is, vele is jó lenne óvatosnak lenni. És az, hogy ment mellé, oda nézzetek. Jó, ott ki tudtunk osztani egy kemény 200-as sebzést. Ilyenkor már kontrollerre játszom, egyébként azt nem is mondtam, hogy most éppen kontrollerre játszom. Nem tudom, jobban szeretek kontrollerre játszani, jobban megy a játék, mint gépem. Csak annyi az egyetlen probléma, hogy ugye XL autóetekkelek, és azért valljuk be, hogy sokszor elég jól tud jönni, mikor közel van valaki, akkor nem kell így célozgatni. Viszont, hogy az XL van az ulti is, és van, hogy én csak lőni akarok, de véletlenül elultizok, ami azért Jinnél nem a legelőnyesebb, hogy például lövök egy Shellyt tök messziről, és akkor egyszer csak odahúzom magamhoz, az nem igazán tud jól jönni, és megint látjátok, pontosan ugyanaz történt, amit mondtam, hogy odahúztam magamhoz a Jackit véletlenül, pedig én csak lőni akartam. Most mondjuk elég jól jöttünk ki belőle, ugyanis a Dynamite-kal elég szépen lelovozták egymást, és így meg is tudtuk ölni. Eddig jól alakul ez a mérkőzés, már minimum megvan a top, bolondos kis top 3. Hú, ez mondjuk elég érzékeny, így távolra nem nagyon lehet lőni, skacok. Távolra nem nagyon lehet lőni kontrollerrel, ez tény és való. Az ultinkkal attól félek, hogy megint el fogom rontani, és megint véletlenül. Hát igen, pont erről beszéltem, ha bár az most direkt volt, mert meg fogjuk ölni, így is van. És 1v1, kacok, 1v1, oda nézzetek, a controller hero. Jaj, hát ezt nem így terveztem. Mekkora play volt, kacok, mekkora play-t mentünk, na ez egy GG, ez most remélem mindenkitől megér egy lájkot. Remélem, skacok, hogy ez most mindenkitől megérdemel egy lájkot. És 17.626-ot sebeszünk ebben a meccsben. Én azt hittem, hogy ez a 180 ezer sebzés, ez ilyen tök lehetetlen lesz, mert kell egy csomó game. De látjátok, egy jobb game alatt csomót tudunk sebezni, úgyhogy nem lesz olyan nehéz ez a kihívás. Biztos lesznek nehezebbek, például a Dynamite-os, az nem minném, hogy olyan hűden olyan egyszerű ez. Többen is megkapták a Dynamite-os küldetést, láthatjuk, hogy eléggé sok Dyna van ebben a gameben. Nem minném, hogy ez csak is azért van, mivel most hűde nagyon Dynamite-ozni van kedvük, hanem szépen csinálják a küldetéseket, úgy, mint igazából én. Nem tudom, hogy mennyire kapják ugyanazokat a küldetéseket az emberek, gondolom, hogy azért nyilván sokan kapják ugyanaz. Olyan sok választási lehetőség nincsen szerintem. Nyilván valamilyen szinten gondolom, hogy mindenki más kap, nem minném, hogy ugyanazt kapják, ezt amiatt is mondom, mert például ugye amiről a videó elején beszéltünk, hogy bent volt az, hogy valakinek ugye bugolt, és megkapták azt, hogy öljenek az új karakterrel, ami még be sem jött, az elég érdekes volt. Na például olyan nekem nem volt, tehát ebből is bebizonyosodik az, hogy nem mindenki ugyanazokat a küldetéseket kapja. Aha, attól a Dynamite-tel egy kicsit parázok. Jó, ott nagyon sokat kéne még sebeznünk, skacok. Én most azon vagyok egyébként, hogy mindenkivel lövöldözzek bele. Mindenkivel lövöldözzek így súnyiba, így oldalról akár. Ilyen kis jibbingeket nagyon jó. Például bele is lőttünk egy csomót. Hát ebben nem fogunk ebbe a game olyat sebezni. Az előbb azért is sebezhetünk ugye olyan rengeteget, ilyen 18 ezeret, mivel lett 3 kill. És az eléggé sokat dobott hozzá a damage mennyiséghez. Aha, hát ott vannak egy páran. Oda lőhetnénk a bokorba, de már kimentek onnan. Ezt a Dynamite-ot, ez nagyon-nagyon csípem, mivel már egy csomó sebzést vittünk be neki. Csak az a baj, ezek mind ilyen 200-as sebzések, amik hát nem éppen a legelőnyesebbek. Nem azt mondom, hogy nem rossz, félreértés ne essék. Na például ott most a Tara így, Tarától kaptunk egy teljesen fölösleges sebzést. Nem akartam idehúzni, hogy megmondjam nektek az őszintét. Nagyon jó, őt megöltük. Király, király, király.
Ajaj, nagyon lovosak vagyunk, skacok. Lehet, hogy meg fogunk halni a körbe? Nem fogunk meghalni a körbe, jó? 4 darab Power Cube-unk van. És egymás után 2 győzelem, skacok. Egymás után 2 győzelmet nyomtunk. Na ez a nem mindegy. Látjátok, egymás után 2 darab Victory Royale is már 32.000 damage. Na, hát ez nagyon jól sikerült, skacok, ez a videó. Remélem, hogy nektek is tetszett, és hogy... na mennyit kapunk, nézzük, hogy hogy haladtunk a Bro Pass-be. Hoppácska, 2 darab szintet fejlődtünk. Na, én nagyon-nagyon remélem, skacok, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha így van, bátran dobjatok egy lájkot, illetve egy feliratkozást. Találkozunk legközelebb. További szép napot, na sziasztok!